Végezetül a már elkészített panelunkra föl fogjuk helyezni a blokkjainkat. Ehhez ugye az adminisztráció panel menübe kell menni, és itt pedig szerkesztésbe a főoldal blokkot fölülre fogjuk tenni. A Drupal blokkot bal oldalra, alá helyezzük a PHP blokkot, a HTML jobb oldalra kerül, a CSS blokk pedig alá szintúgy jobb oldalra. Ne felejtsük el a végén elmenteni az egészet, és akkor láthatjuk, hogy most már ugye két panelban vannak a hírek, hisz ugye három darab hírünk van mindösszesen. Hogy ez a fő oldalon jelenjen meg, ahhoz az adminisztráció beállítások, webhely információk résznél a node helyett a fő oldalra kell irányítanunk Drupalunkat. És ha most megnézzük a címlapunkat, itt vannak a hírek, ezt az ötödik hírt ezt én megszerkeztem. És a közzétételi beállításoknál kiemelem az oldal tetejére, küldöm. Címre megyünk, akkor láthatjuk, hogy az ötödik hír megjelent, a 17. hír és a 15. hír szintén. Most beküldünk egy új hírt. A PHP rovatba. Akkor ez meg fog jelenni. A PHP rovatba. Ha beküldünk egy hírt, a CSS HTML rovatban, akkor ez is meg fog jelenni. Tehát most már mindegyik része ma a hírünk. Ugye itt nem csak egy-egy hír jelenik meg, hanem annyi, amennyit beállítottunk, hogy a címlapon jelenjen meg, de maximum 10. Küldjünk be még egy hírt a Drupal rovatba. De ezt már ne jelenítsük meg a címlapon. Ekkor, ha megnézzük, akkor a 23-as hír az nem jelenik meg sehol. Ha bemegyünk a Drupal rovatunkba, akkor viszont ott látható a 23-as hír. Tegyük ki ezt a főoldalra. Ehhez azt kell csinálnunk, hogy bemegyünk, beállítjuk, hogy ez a címlapon jelenjen meg, legyen kiemelt, beküldjük,
És ebben a pillanatban ugye két kiemelt hírünk van, mert tehát tulajdonképpen elkészítettük az oldalunkat.